Az ipari forradalom felszámolta a tárgyak egyediségében rejlő szépséget. Erre próbáltam valami olyat kitalálni, hogy hogyan lehetne ezt visszahozni, ezt a fajta kis változatosságot. Három változatban készül a szék, a támlája különbözik egy egész kicsit, az egyik jobbra, a másik balra dől, illetve van egy középső szimmetrikus változat. Erre a hajló támlára utal a tilt, ami az angolban a dőlést jelenti. Nagy tömegben ez a szék ezért aztán úgy néz ki, mintha kicsit hullámzanának a támlák. Nagyon sok a székben az ív, nincsen benne merevítés, ugye nagyon kevés elemből áll, mindössze három elemből. Ez mind hozzátesz ahhoz, hogy elérjük ezt a kívánt organikus hatást. A tervezésben számomra mindig az összetettség, az izgalmas, ami esetleg első pillantása nem magától értetődő. Én mindig arra törekszem, hogy minél egyszerűbb, minél jobb kompromisszumokat találjak, és így hozunk létre egy elérhető széket, ami tényleg tömegeknek is megfelel. Danival való együttműködésünk több évre nyúlik vissza, és mondhatom, hogy az egyik kedvenc tervezőnknek titulálhatjuk, mert azokat a technológiai problémákat, amik esetleg az ő látványtervei még nem látszanak, de a gyártás során felmerülnek, rugalmasan kezeli, figyel ránk, meghallgatja a technológusokat, és amikor összeállításra kerül a termék, akkor hajlandó beleülni, és nem csak a látvány az, ami őt meghatározza.